Kedves tanulók, emberek, szülők, anyukák, elmondom nektek, hogy mi az, amit a tanulóknak, ha 10 milliószor elmondok, most jönnek a fotelharcosok, azért vagy fizetve. Igen, de amikor valamit sokszor el kell mondani, akkor nem marad másra idő, csak annak ellenére, hogyha plusz órákat vesz. Az okos tanuló megjegyzi, ezért ezekről nem beszélek. Ha jobbra-hátra merőleges várakozási feladatot csinálunk, megmutatom a tanuló, hogy csinálja. Utána visszatolatok, azt megmutatom, hogy hogy kellene. És ez, ha 100-szor elmondom egy tanulónak, akkor is nem érti, az okos meg egybül. De az a baj, hogy 100-ból 99 nem fogja érteni, mert nincs logikája. Nagyon szar ez a helyzet, de ez van. Ott a parkoló a piros kocsi után. És fogja, tanuló jön, megvan az, hogy jobbra-hátrát csinál. És képzeljétek el, látszik a kocsi, jobbra húzzák. Egyszerűen jobbra húzza. Jobbra. Jobbra. És hogyha teljesen idejövünk a kocsik mellé, akkor már nem tudunk egy becsületes ívet venni ahhoz, hogy ehhez a fordítsd oda. Hogy ehhez a helyhez, de itt az ablakon keresztül, nem a fejtámlára kíváncsiak. Így. Hogy erre a helyre bejöjjünk. Az se lenne baj, ha ide jön, csak akkor tisztába kell lenni vele, hogy nem fog bemenni a kocsi csak javítás árán. Csak javítás árán. Na de javítás. Ó, gyerekek. Az meg még nagyobb logikai készséget jelent, és nagyon sok tanuló azért bukik meg, hogyha lehúzza ide a kocsit, akkor ennek a mellettünk levő piros kocsinak biztos, hogy neki akar tolatni. Mert ugyebár nem tud a kocsival évet venni. Ez az egyik baj. A másik meg az, mert úgy tanítom a tanulókat, meg mindenkinek úgy jó, ha a felezővonal mellé igazítjuk a kocsit, és itt van ez a barna Renault, és nem az erőső sarkánál lesz a mi kocsink hátulja, hanem a túloldali sarkánál. És az a számtalan bukás azért van, mert nem érti meg, hogyha ennek a sarkához teszi a kocsink hátulját, akkor bele fog fordulni a piros Dacia-ba. Neki akarja tolni, lefékezek, bukik, sírás, rívás, szülők egyből mondják, hogy rohadjon meg, ez is, az is, de a gyerek az nem hibás. De mikor elmondom, hogy minél messzebb menjünk a lehetőségekhez képest a sortól és a Renault-nak a túloldali sarkánál, legyen a mi kocsink hátulja, akkor be fog jönni ide szépen a kocsi. Ezt nem bírják megjegyezni, pedig ez a világ egyik legegyszerűbb feladata lenne, de nem bírják megjegyezni. És mindenki lerántja ide jobbra a kocsit, és ezzel saját magát nehézségbe kergeti, hogy nehezebb legyen, bonyolult. Most megmutatom, hogy kellene jöjjenek. Jóval, hátrébb megyek. Ha a feladat az, hogy csináljon párhuzamosat hátra, tök egyszerű. Jobb irányjelzővel keresem, és csalunk egy kicsit, oda tesszük a felezővonal mellé a tükrünket. Egészen a felezővonal mellé. Figyelem ennek a Renault-nak a hátsó sarkát, amelyik távolabb van a parkolótól. Így, most körülbelül úgy állok, hogy a mi kocsinknak a hátulja ott van, tartsad és akkor meg is mutatom, ennek a sarkánál, ennek. Ott a vonóhorgunk körülbelül itt van. És ha előre nézel, a tükrünk majdnem a felezővonalon van, magyarul mellettünk jó nagy hely van, van sugáras ívünk, vagy ki hogy érti, bekanyarodni. Nézheted a hátsó ablakon kifele, úgy, lükverc. Hátra tekintek, ahogy megmozdul a kocsi, eltekerem a kormányt teljesen jobbra. És a tükörből folyamatosan visszaellenőrzök. Nézd oda, úristen, most a hátsó ablakon nézzél ki, a hátsón. És nézd oda, gyerekek, semmit nem csinálok az ég világon. Semmit nem csinálok, amikor a kocsi kiegyenesedik, betekerem a kormányt egyenesbe. És már benn is vagyok, megállok, kézifék, irányjelző, visszavesz, üres.
Most megnézheted mind a két oldalt, hajszál pontosan egyforma a távolság. Ezen az oldalon, azon is. És ezt azért kell megtanulni, mert ha szakad az eső, vagy esik a hó, az ember a apró trükkökkel nagyon-nagyon-nagyon sokat segít saját magán. Hiába mondom el egy tanulónak 10 000-szer, gyerekik, nem akarják megjegyezni, és vizsgálj meg, megbukunk pedig a lelkemet, kibeszélem, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Hogy segíts magadon? Tanulunk, gondolkozunk. Értitek? Fontos. Na, köszönöm.